Sziasztok! Ahogy tavaly ugyanekkor, most is áttekintjük a mágus elmúlt 2021-es esztendejét, illetve megnézzük, mi várható 2022-ben. Összevetjük az előző évértékelő és előzetes videómban hallható terveket azzal, hogy végül mi valósult meg. Kesergünk egy kicsit, mert ez egy ilyen év volt, de emellett igyekszünk válaszokat is találni arra, hogy vajon miért nem jelentek meg a várt kiadványok. Ezzel együtt is, igen, lehetett volna ez a videó hosszabb, tartalmasabb, de örök optimistaként jövőre talán majd az lesz. Szóval, nézzük pozitívan, a csatorna él, kaptunk olvasnivalót, rácsodálkozhattunk az újabb kártyakiegészítő remek festményeire, megint közelebb kerültünk az új, csendben egyre csiszolódó mágus RPG megjelenéséhez. Akárhogy is, de a poharunk inkább félig tele predokival, mint nem. A Találkozzunk Torozónál csatorna bemutatja. Mágus 2021 évértékelő és 2022-es előzetes. Legutóbbi videónkat egy jótékonysági árverés hírével kezdtük. 2020-ban Gáspár András családjának megsegítésére tartottak Észak-Lángjai címmel aukciót, melyben a borosz-szikszai festőpáros 5 eredeti alkotására lehetett licitálni. A sikeres rendezvény szervezői, Egyed Dávid, Inhajzer Gyula és Lipták László 2021-ben is találtak nemes okot egy jótékonysági rendezvényre. Szendrei Tibor, a remek magyar grafikus művész unokája, Bíborka egy nagyon ritka betegséggel született. Az ő és a családja megsegítésére Szendrei Tibor 8 eredeti festményét bocsátották árverésre május végén. A Kerubion legendája aukciók képei megtekinthetőek voltak az Ernst galériában. Kikiáltási áruk egyenként 100 000 forint volt, a licitekkel az aukció végére egészen elképesztő összeg, több mint 6 millió forint gyűlt össze. A legtöbbért, 2 millió forintért a Káosz Papja című festmény kelt el. Szívből gratulálunk, és minden tiszteletünk a licitálóknak és a nyerteseknek, a képeket felajánló művésznek és a szervezőknek, egyúttal mielőbbi gyógyulást kívánunk Bíborkának. Mágus irodalom. 2021 elején arról beszéltünk, hogy ha minden jól megy, a mágus irodalom akár 4 novellás kötettel is, egy regénnyel is gazdagodhat, de ennél kedvezőbb forgatókönyvet is felvázoltunk még több új olvasnivalóval. Végül a tavalyi év a várakozásainkkal ellentétben nagyon szerényen, egyetlen mágus logós könyvvel zárt. Beszéljünk erről, mielőtt meg nem jelentek, illetve idén megjelenő kerülnének sorra. John J. Sherwood szerzői novellás kötete a Comics mesék szeptember közepén a Delta Vision kiadó könyvfiesztájára érkezett. Benne csupa újírást találunk, 5 zöld vadász mesét, 8 novellát és egy kis regényt, valamint az Emrelinekről szóló bőfüggeléket. Az írások témájukban, stílusukban és hangulatukban is nagyon különbözőek, remek csattanóval zárulnak, így garantált, hogy ebben a színes válogatásban mindenki talál magának tetszőt. További pozitívum még, hogy a szerző szívesen emelte át az irodalomba a bestiáriumból ismert, eddig csak szerepjátékban megjelent lényeket. A Comics mesékről készült tavernakönyvtár videónkat megtaláljátok itt a csatornán, link a leírásban. És akkor lássuk, mi az, ami tavalyról idénre maradt. Elsőként említem Malcolm J. Hunt regényét, a Homoki históriát. A szerző már leadta a kéziratot, és ha nincs a nyomdaipart sújtó papírhiány, akár már a kezünkben is tarthatnánk. Az Amher Amun egyik testének elpusztításán ügyködő, szokatlan összetételű kalandozó csapat történetét 2022 elején ismerhetjük meg. Nagyjából az év közepe táján érkezhet a manifestációs háború harmadik felvonását bemutató antológia. A kötettel való munkálatok elhúzódásának hátterében a mágus irodalmi anyagokat illető szemléletváltás áll. Gáspár András halála után a kiadó feltett szándéka úgy gondozni az örökségét, hogy új elvárásokat megfogalmazva magasabbra emelte a minőségi lécet a megjelenő könyvek kapcsán. Ez új helyzetet teremtett minden résztvevőnek, jelenleg is azon dolgozunk, hogy a kötet tükrözze ezt a törekvést. A novellák a szerkesztés fázisában vannak, a cél, hogy mielőbb végezzünk, és az írói gárda ráfordulhasson a manifestációs háborút lezáró negyedik kötetre. Nem került sor egy régi adósság törlesztésére. 2021-ben is hiába várták a Scriptura 4, Vigyázz, mit kívánsz novella pályázat győztesei és rajongók, hogy megjelenjenek az Életet életért és Halálért halált című kötetek. Idén remélhetőleg olvashatjuk majd az Abaszizban játszódó történeteket, melyek a Van az a pénz, vagy a Ne a pénzt, az életedet ad témák valamelyikét járják körbe. Van rá némi esély, hogy John Calder régóta elkészült kézirata, a Mogorva Csend sorozat első, Grógon alcímet viselő része esetleg idén nyomdába kerüljön.
Esélyt említettem, nos, az ifjú cseh grógoni fogságának és szabadulásának története már tavaly ilyenkor is hasonló stádiumban állt. A megjelenést érintő konkrétumokról csak akkor beszélhetünk, ha a szerző már befejezetnek, javítottnak tekintette a szöveget, és leadta a kéziratot a kiadónak. Összegzésképpen legyünk bátrak, persze, visszafogottan óvatosak is, latolgassuk az esélyeket az ehhez kellő optimizmussal, szóval. Elégedettek leszünk 2022 mágus irodalmi teljesítményével, ha mondjuk 3 novellás kötet és legalább 1 regény napvilágot lát. Kifejezetten boldoggá azt tenne minket, ha sikerülne ezt a minimumot is túlszárnyalni ebben az évben, de inkább fogalmazzunk úgy, minden további irodalmi megjelenés hab lesz a tortán, a sors ajándéka. Mágus kártyajáték. Bár a mágus kártya 2021-es évére 3 kiegészítő tervét is felvázoltuk, ebből végül a világjárványnak is köszönhetően egy valósult meg. A Gyepüvidék szeptember 11-én egy bontott paklis versennyel egybekötve látott napvilágot. A 130 lapos kiegészítő Raoul Renyé Pokol című regényét dolgozza fel, annak meg annyi rendű és fajtájú hatalmasságával, változatos szörnyetegeivel, színes kihívásaival találkozhatunk a lapokon. A munkálatokban részt vett Kornya Zsolt és a mágus főszerkesztője Raon is. A kiegészítőről készült videónkat megtalálhatjátok itt a csatornán, link a leírásban. A Gyepüvidék mellett megemlített Geofrámia mini kiegészítő és Gáspár András emlékkiadás megjelenése bizonytalan időre csúszik, így nem szerepel a tapasztalatokból okult kártyás szekció amúgy is nagyon óvatos 2022-es előrejelzésében. Reményeik szerint az év első felében érkezhet a két játékos részére tervezett kezdő pakli. A Raoul Renyé Krán című könyvében található Kráni Krónika és Hármas Hangzat című kisregények alapján készülő kiegészítőnek a témáját a Kátulnátum és a Lise Matenel ház közötti viszály adja. A lapokon visszaköszönnek a könyvből ismerős szereplők, bestiák és történések, ahogy azt a Gyepüvidéktől láthattuk. A 2x46 csupa új lapot tartalmazó, előre összeállított fix kezdőpakli a haladó játékosoknak szánt kezdőkészlethez hasonló ugyan, de ahhoz képest is több érdekességet tartalmaz. Ideális választás lehet a kártyával komolyabban ismerkedőknek. Idén 25 éves a kiválasztottak mágus kártyajáték, és ezt a jeles jubileumot igyekeznek méltóképpen megünnepelni a fejlesztők is. Az alkalomra készülő kiegészítőről azonban már csak a meglepetés véget is, nem szeretnének többet elárulni annál, mint hogy az év közepe táján érkezhet. Messzebbre nem tekintenek egyelőre, és mi is térjünk még vissza az új év reményteljesebb időszakára. Ahogy erre a járványügyi helyzet lehetőséget adott, beindultak a kártyaversenyek. Volt olyan nyári hét, hogy 5 alkalommal is asztalhoz ülhettek a kártyások, és alapjában véve is nagyon sűrűre sikeredett a versenyszezon. Eddigi résztvevő rekordok dőltek meg, és újabb városok léptek be a versenyhelyszínek közé. Mindez amellett, hogy a játékos bázis tovább gyarapodott kezdőkkel és újrakezdőkkel, szép jövőt fest a mágus kártyajátéknak. Jelentős esemény még, hogy évközben, július elején megalakult a Fekete Határ szindikátusa, mely a játékfejlesztésért és az események szervezésért, lebonyolításáért felel. Egyúttal a rajongók információval való ellátása is a feladatuk közé tartozik, és ahogy azt többek közt a Gyepüvidék kiegészítő felvezetésével is bizonyították a honlapjukon, link a leírásban, sok izgalmas és hasznos tartalmat nyújtanak. A mágus kártya 2022-es évétől, már csak a 1/100-os születésnapokán is többet várunk, mint az előzőtől. Bízunk abban, hogy a napi életünkre bélyeget nyomó külső tényező ellenére is sikerül majd az új év teljesítményét magasan túlszárnyalni. Mágus szerepjáték. A Mágus Kalandozók Krónikái, avagy MKK 2020-as nyílt teszt indulása és idő előtti zárása, a rendszer újragondolása és javítása után úgy gondoltuk, hogy 2021 elején jöhet a reboot. Egy olyan újabb nyílt tesztet vártunk, melynek anyaga felhasználó barát, melyben megjelennek az első csonkakörben felvetült, kritikákból levont következtetések. Ilyen tesztanyag 2021-ben sajnos nem érkezett, a rendszerre való belső munkálatok elhúzódtak, s már-már úgy tűnt, az új évben nem is kapunk életjelet a fejlesztőktől. December elején aztán újraélett az MKK hivatalos Facebook oldala, és a bejelentkezést egy mi várható bejegyzés követte, valamint az első magisztérium kérdés, mely a hatalomitala és a manna fogyott varázsló témakörét jártak körül. Ez ugyan még nem a várható reboot, de a fejlesztőkkel való együttgondolkodás lehetősége, az inevi kérdések megvitatása, a rendszer sarokpontjainak megismerése könnyebbé tehetik a várakozást.
Óvatosan merem kijelenteni, de azért kérdőjel nélkül, 2022 akár az MKK éve is lehet. Én már annyival is elégedett lennék, ha a teszt eredményesen végigfutna és annak tapasztalataiból egy jobb szerepjátékrendszer születne. Minden esetre öröm látni, hogy a Delta Vision kiadó újra aktivizálta magát a szerepjáték kiadás terén. Ez reményeink szerint a magyar szerepjátékok, köztük az MKK fejlesztésére is ösztönzőleg hat. Találkozunk Torozonnál csatorna és oldal. Egy évvel ezelőtt azzal büszkélkedhettem, hogy elindult a csatorna, megjelent 27 videónk, 730 feliratkozónk volt a YouTube-on, 848-an lájkoltak minket Facebookon és 49-en Instagramon. Most azt mondhatom, hogy 2021-ben 32 videót készítettünk, a feliratkozóink száma átlépte az 1000-et, egész pontosan 1042-en vagyunk most a tavernában. Facebookon 1184, Instagramon 61 kedvelünk van. Köszönjük nektek ezeket a fantasztikus számokat, azon dolgozunk, hogy minőségi tartalmat szolgáltassunk, és jövőre ilyenkor még ennél is magasabb számokról tudjunk beszámolni. Ebben az évben az elkészült 32 videónkból 17 a Taverna Könyvtár sorozatunkban jelent meg, így már 31 máguskönyvről található bemutató videót a csatornán. Természetesen idén is folytatjuk éveken átívelő küldetésünket, a cél, hogy minden mágus regényről és antológiáról készítsünk egy bemutatót. A mágus irodalom szerelmeseinek és a kitartó várakozóknak készült még a Mágus Irodalmi Tartozások című bő egyórás videónk, melyben sorra vettük az összes ígért, de végül meg nem jelent regényt. A szerzők segítségével kutattuk azt, hogy vajon ezek a művek miért nem készültek el, és ha már így alakult, megkérdeztük azt is, hogy miről szóltak volna. Készült még szerzői interjú John J. Sherwood új könyvének, a Comics mesének a megjelenése alkalmából. Mágus kártyakörképünk a kiválasztottak kártyajáték jelenlegi helyzetét mutatta meg. Mellette foglalkoztunk a két játékos számára készített kezdőkészlettel és egy újabb videóban a 2021-ben megjelent Gyepű vidék kiegészítővel is, mely több obori számot tartatott a figyelmünkre. Szerepjátékosok kaptak Mészárszék a viharmadár fedélzetén címmel egy igen érdekes végső helytállás RPG szerinti kalandot, mely Jan van den Boomen regénye a Jószéllel toroni partra egyik jelenetét helyezte fókuszba. Szemléztük a megjelent rajongói kiadványokat, és körképet adtunk azokról a nyári táborokról, ahol mágust is lehetett játszani. A társasjátékok szerelmeseinek bemutattunk egy nagyon izgalmas rajongói projektet, a Kalandok Erionban társasjátékot, és a toroni rendszerű viadalokkal foglalkozó videónkban megnéztük közelebbről a Suluri viadalt is. További érdekességként moziztunk a mágus filmekkel, és utána jártunk az el nem készült karnevál animációs filmnek. Foglalkoztunk még a Seven Sage tervezett videójátékkal is, ennek kapcsán a Synergium inevi vázlatkönyvvel. Hosszabb videóban mutattuk meg a hálózat világát, a megjelent irodalmi műveken és a csak tervként létezett szerepjátékon keresztül, és elmeséltem az én mágus sztorimat is. Évelején Patreon kampányt hirdettünk, hogy stabilabbá tegyük az oldal működését, hogy fejleszteni tudjuk a technikai lehetőségeinket, hogy még több videót készíthessünk nektek. Végtelenül hálásak vagyunk támogatóinknak, hogy megtisztelnek minket a bizalmukkal. Cserébe bepillantást nyerhetnek a videók készítésének hátterébe, és részt vehetnek a csak számukra kiírt külön játékainkon. Dolgozunk azon, hogy ennél is több érdekességgel háláljuk meg azt, hogy mellettünk állnak. 2021-ben minden alkalmat megragadtunk, hogy minél több ajándékot tudjunk nektek adni. A Delta Vision kiadónak és a Fekete Határ szindikátusának köszönhetően kiválasztottak két játékos kezdőkészleteket és gyepűvidék kiegészítőket sorsoltunk ki. Lipták László grafikus művész nagyszerű felajánlásából két részletben, a Találkozunk Torozonnál csatorna születésnapján és karácsonyváró nyeremény sorsolásának keretében. Összesen 10 festményről készült dedikált nyomat és egy eredet is skic került a szerencsés nyertesekhez. De sorsoltunk még John J. Sherwood megjelent könyvéből, a Comics mesékből és a Suluri viadal társasjátékból is. A felajánlóknak köszönjük, nyerteseiknek pedig gratulálunk, reméljük örömüket lelték a regényekben, kártyákban, festményekben és társasjátékokban. Terveztük, hogy 2021-ben tartalommal töltjük meg a Találkozunk Torozonnál Facebook oldalát. Elindítottuk a Töredékek Scriptorium rovatot, mely keddenként jelentkezett egy-egy félperces mágus novellával. Összesen 46 darab jelent meg, mágus írók szerzeményei, de úgy gondoltuk, hogy a mini novella írás izgalmából nem hagyhatunk ki titeket sem. December 14-én meghirdettük az első mágus mini novella író pályázatunkat, melyre a 2022. január 2-ai zárásig 42 szerzőtől összesen 78 pályamű érkezett.
Még zajlik a művek elbírálása, de már most gratulálunk minden pályázónak. Örülünk, hogy ilyen sokan vállalkoztatok a megmérettetésre. Lássuk, hogy mit ígértünk még. Elsősorban több szerepjáték anyagot. Készültünk az MKK rebootjára, az azonban sajnos kifutott az évből. Ettől függetlenül is többet szerettünk volna az RPG-vel foglalkozni. Évelei igényfelmérő kérdőívünkön kértétek is, így ez megmaradt legfontosabb 2022-es vállalásunknak. Emellett folytatjuk sorozatainkat, lesz taverna könyvtár, lesznek érdekességek, és reméljük jóval több újdonságról, könyvről, szerepjátékról, kártyáról számolhatunk be nektek. A mini novella pályázat népszerűségét látva ígérhetjük, hogy idén jön a folytatás is, és még sok meglepetés, amit kár lenne évelején lelőni, de érdemes lesz követni minket 2022-ben is. A videónk végére értünk, következik az évértékelőnk, avagy mi hogyan láttuk 2021-et. Nos, ha legutóbb ilyenkor azt mondtam, hogy rajongóként többet vártam, akkor ez az állítás idén is igaz. Sőt, szerettem az új könyvet, a komisz meséket, jó volt viszont látni a pokolt, a gyepi vidék festményein, és kifejezetten jó lett volna többet megtudnunk az MKK-ról, hogy miben változott az 1.0-ás tesztanyaghoz képest. Remek lett volna még több videót készíteni, szélesíteni az oldal és a csatorna repertoáriát, még több tartalmat szolgáltatni. Maradt bennünk hiányérzet, de az új év már mögöttünk, szóval nézzünk előre és reménykedjünk abban, hogy legközelebb, egy év múlva az ugyanezen témájú videó tele lesz új könyv megjelenésekkel. Tudunk hosszan beszélni a szerepjátékról, és a kártyások is topzódhatnak az új lapokban. Mi ebben bízunk, és abban, hogy addig is, mint többször találkozunk majd Torozonnál. De most rajtatok a sor. Írjátok meg kommentben, hogy nektek mi volt 2021 legmeghatározó mágus élménye, és mit vártok a mágus terén az új évtől. Köszönjük Patreon támogatóinknak a bizalmat, és mindenki másnak is, hogy itt vagytok, hogy 2022-ben is együtt kalandozunk. Lájkoljatok, ha tetszik, iratkozzatok fel, és ha olykor elcsüggednétek a hétköznapok szürke megpróbáltatásaitól, ha épp távolinak tűnnek inebb színes kalandra hívó tájai, akkor is találkozunk Torozonnál. Sziasztok!